hát egy Fiatot nézzünk meg, ezt már biztosan tudjuk, és az M3 autóparkban vagyunk. Szokás szerint egy autó motor teréből jelentkezem. Ez egy elég szépen tisztán járó motor, ez 1.5-ös benzines, ez a moci. Mondhatni azt, hogy majdnem pormentes és olajmentes a szerkezet, és szép csendesen ketyeg, és az autó jól indul, de ezt majd le fogjuk tesztelni nem sokára. Ez egy bordometál színű Fiat Uno, 1992-ből, és a fő attrakciója az az lenne, hogy automata váltós. Tehát akinek szüksége van, illetve szereti az automata váltós autókat, az már nálunk jelentkezhet is, csöröghet a telefonunkon, már is vesszük az érdeklődését. Szívesen nézegetjük meg itt a külső részét, azt látjuk, hogy vannak rajta korróziónyomok, sajnos ez egy Fiat. Sárbüdőjében és az ajtó alján látszik már, hogy a korát ugye nem tudja meghazudtolni szegény. Amúgy a belseje rendben van, az ülései, amit nézegettem rajta, az kimagaslóan jó állapotú korához képest. Nyugodtan elmondhatjuk róla, hogy ilyen szakadásmentesen mutatkozik be itt a hátsó üléssor, és elmondhatjuk ezt az elsőről is, tehát igazából nincs benne olyan nagyon sok kilométer, hogy itt szét szaggatták volna az autó belsejét. Nagyon extra nincsen benne, sőt mondhatni azt, hogy az automata válton kívül más ilyen extra dolog nincs benne, egy CD rádió összességében, amit fel tudok sorolni, de talán azt elmondhatjuk róla, sőt be is tudjuk mutatni, mert ő rendes. Mégpedig azért, mert szépen indul, és ez nekem segít, nekem az eladásban ez a kis Fiat Uno. Úgyhogy köszönöm neki, és köszönöm önöknek is, hogy megnézték ezt a videót, jöjjenek be hozzánk itt az M3 autóparkba. Budapest 15. kerület, Szent Mihály út 90 száma vagyunk. A viszontlátásra!